tettük. Nekem az a javaslatom, hogy kezdjük meg a mai összejövetelünk tárgyalását. Tisztelt konárutai lakosok, tisztelt jelenlévők! Tisztelettel köszöntök minden megjelent érdeklődőt a meghirdetett alulgyűlésen közmeghallgatáson. Az önkormányzati törvény szabályai értelmében a képviselőtestület évente előre meghirdetett közmeghallgatásra. A közmeghallgatás keretében szeretnénk röviden beszámolni a képviselőtestület 2010 és 14 év közötti tevékenységéről, valamint a 2014 évi tervekről és folyamatban lévő munkákról. Tisztelt jelenlévők! Hunáguta község 2010. október 3-án választott képviselőtestülete október 14-én tartotta alakuló ülését. A képviselőtestületek létszáma a jogszabályok értelmében településünkön is csökkent a 2010 évi választásoktól kezdődően. A polgármester és 6 képviselő alkotja a testületet. Az alakuló ülésen kiválasztott alpolgármester Gyöngyösi Károly. Csökkentette a képviselőtestület a bizottságok számát a képviselő létszám csökkenése folytán. A korábbi 4 önkormányzati bizottság helyett 2 bizottságot hozott létre, a pénzügyi és ügyrendi bizottságot Balázs István név vezetésével, valamint humánpolitikai bizottságot Fülöp István vezetésével. Működése alatt a képviselőtestület 2017. május 31-ig 82 esetben ülésezett. Ülésein 54 önkormányzati rendeletet alkotott, 932 határozatot hozott. Az önkormányzat és intézményei a képviselőtestület által elfogadott éves költségvetés keretei között gazdálkodnak. Az állam az önkormányzatoknak törvényben előírt kötelező feladataik ellátásához az állami költségvetésből a feladatokhoz kapcsolódó normatív vagy központosított hozzájárulást biztosít 2013-tól feladatfinanszírozásként. Az önkormányzati bevételek több mint 80%-a az állami költségvetésből származik, az önkormányzat saját bevételének aránya nem éri el évente a költségvetés 20%-át. A saját bevételek legnagyobb hányadát az adóbevételek teszik ki. Az 1990. áprilisától bevezetett helyi adó fajtáin nem változtatott az önkormányzat, jelenleg is a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó a településen érvényben lévő helyi adók. A gépjármű adó központi szabályozásban jelentős változás történt. Az adó alapja főszabályként a gépjármű teljesítménye. A további törvényi változás következtében a beszedett adók 60%-a központi költségvetést illeti meg, így 40%-a marad az önkormányzatoknál. A földbérbeadásból származó jövedelem után 16%-os mértékű adót kell fizetni, melyet a föld fekvése szerinti önkormányzatnál kell bevallani és befizetni. 2004-től jelentősen csökkent az adónemekből származó önkormányzati bevétel a központilag biztosított hosszú távú bérletekre vonatkozó kedvezmény miatt. 2013-ban az alábbi összegű adók befizetése történt meg adónemekként. Magánszemélyek kommunális adójából 16.834.327 forint, helyi iparűzési adóból 38.558.534 forint, földbérbeadásból származó jövedelemadó 165.165 forint, gépjármű adóból 9.340.079, melyből a 40%, amiről az előbb beszéltem, 3.736.038 forint az, amely az önkormányzat saját bevételeként kezelhető. Így összesen a 2013 évi adóbevétel 65.615.316 forint. Saját bevételeink mellett a normatív és központosított állami támogatásokon túl a különböző központi költségvetéshez kapcsolódó alapokhoz több ízben sikeresen pályáztunk közösségi célú fejlesztések, beruházások, felújítások megvalósítására. A pályázatokhoz szükséges saját erőt költségvetésünkben kellett biztosítani. A pályázatokon nyert támogatások adott célra használhatók, ezek éves költségvetéseiben megjelennek önkormányzati bevételként. Az önkormányzati feladatok közül az oktatás, az egészségügyet, a szociális ellátást,
a helyi civil szervezetek támogatását, a település egészét érintő fejlesztéseket, beruházásokat az elmúlt 4 évben is kiemelten feladatként kezelt a képviselőtestület. Az önkormányzati ciklus 3 nagy beruházása a településünkön a következő. A központi iskola bővítése, felújítása, tornacsarnok építése, a belterületi csapadékvíz program, valamint a szomszédos településekkel együtt megvalósításra kerülő szennyvíz program voltak. A nagy beruházásainkról, az éves közmeghallgatásokon, falugyűléseken, szórólapokon és tájékoztató kiadványokon rendszeresen számot adtunk a lakosságnak, az érdeklődőknek. Mindhárom beruházás 2010-ben már folyamatban volt, vagy tervezés szintjén, vagy pályázati szinten. A Kondoros gesztorságával megvalósuló belterületi csapadékvíz projekt egy 2008-ban benyújtott pályázat eredményeként 2012 év végén indulhatott. Összesen 12.422 méter csatornát érint a településen a beruházás. Jelenleg úgy tűnhet, hogy megállt, hogy befejeződött a munkavégzés. Az alapmunka befejeződött, a pótmunkák közbeszerzésére várunk, azzal, hogy a helyreállítási munkákat a pótmunkák után lesz célszerű folytatni. A szennyvízberuházás 2. ütem második fordulójának támogatási szerződését 2010. szeptember 21-én írtuk alá és lépett hatályba. A megvalósítás 2012 és 2013-ban történt. Köszönet a település minden lakosának a közbeépítéssel kapcsolatos kellemetlenségek elviseléséért, valamint a türelméért. A második ütem, 2. ütem második fordulóban csatornaépítéssel érintett utak, útszakaszok kijavítása, felújítása és helyreállítása 2013-ban megtörtént. A szennyvíz beruházás 2. szakasza zömében befejezetnek tekinthető. Jelenleg a támogató szervezet felé folyamatban van az álló pénzügyi elszámolás összeállítása és benyújtása. A nagy beruházás mellett a ciklusban sikerült megvalósítani a német iskola után az újtelepi oktatásépület nyilvánzáró cseréjét és külső festését. A géppark felújítására pályázati forrásból is saját erőből kis traktor beszerzése történt. Az önkormányzat vagyona jelentősen gyarapodott a beruházások értékével. Ingatlan értékesítésre is sor került 2010-ben, a korábbi ipartestület épülete került értékesítésre a Békevadász Társaság részére. Folyamatos a különböző megnevezésű időtartamú és támogatású közfoglalkoztatási programok indítása és megvalósítása. A munkahelyi központ támogatásával a településen. A közfoglalkoztatásban dolgozók értékteremtő munkával járulnak hozzá a település rendjéhez, tisztaságához, az intézmények zavartalan működéséhez. 2014. május hónaptól indulhatott községünkben a foglalkoztatás a kistérségi startmunka keretében. 2014-ben még további munka lehetőségekre tudtunk érvényt szerezni a munkahelyi központon keresztül. Ezek időtartama változó, és gyakorlatilag május 1-től szeptember 30-a közötti időtartamban van részben a startmunkaprogramok egy része, illetve vannak 2 hónapos időtartamú munkavégzésre biztosított lehetőségek. Összességében jelenleg mindegy 179 fő van a szerződéses viszonyban az önkormányzattal. Az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és ezek intézmény rendszerének fenntartására, fejlesztésére ebben a ciklusban is nagy hangsúlyt helyezett az önkormányzat képviselőtestülete. Az iskolai oktatás, az iskola fenntartás 2013. január 1-től állami feladatként a tankerületek irányítása alatt működik. Az oktatás szolgáló épületek változatlanul az önkormányzat tulajdonában vannak, vagyonkezelésbe kapta meg a feladat ellátáshoz biztosító állam az ingatlanokat. Az óvodai ellátás biztosítása változatlan önkormányzati feladat. Óvoda épületeink közül az újtelepi épület a nyílászárók cseréjét követően komplett festés és udvarfelújítás kapott. Ebben az évben szeptemberre szeretnénk, ha befejeződne az Árpád utcai óvoda épület nyílászárók cseréje, melyhez ezen a héten fognak hozzákezdeni.
Rendkívül fontos lenne a rendelők akadálymentesítése, megközelítése, kiépítése, megvalósítása. Elkészült felújítás és akadálymentesítési tervekkel rendelkezünk az orvosi rendelőkre, melyet azonban megfelelő pályázati lehetőség hiány nem tudtunk benyújtani ez ideig. Sajnos saját erőből ezt megoldani a mi önkormányzatunk nem képes. Július hónapban bejárati ajtó cserét és akadálymentes feljáró elkészítését tervezzük az egészségháznál. Az akadálymentesítés valamennyi önkormányzati feladatot ellátó intézményi épületre indokolt és szükséges lenne. Várjuk az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket, általában ez idáig 5000 fő feletti településekre írtak ki pályázatot. Reméljük, hogy eztán talán a kisebb települések is sorba kerülnek. Ugyancsak hiányzó része volt a pályázati kiírásoknak a belterületi út építés. Az István Király utca lakosai várnak legrégebben a benyújtott szándékok megvalósulására. De ugyancsak lakossági kezdeményezés és kérés szándéknyilatkozat érkezett írásban a Virág és az Akácfa utca szakaszok érintett lakosaitól ingatlan tulajdonosaitól. Az elmúlt évben már jelentkezett az állandó fogorvosi ellátás hiánya. Sokadszorra hirdettük a képviselőtestület által a több mint egy éve betöltetlen állást. Sajnos egyáltalán nincs érdeklődő, pályázat sem érkezett. Helyettesítéssel biztosítjuk jelenleg a fogászati ellátás megoldását. Ugyancsak hiányzó része volt a pályázati kiírásoknak a belterületi útépítés. Az István Király utca lakosai várnak legrégebben a benyújtott szándékok megvalósulására, de a lakossági kezdeményezés és kérés szándéknyilatkozat érkezett, amit már korábban említettem, a Virág és Akácfa utca szakaszok érintett lakosai részéről is. Az elmúlt két évben jelentős átalakuláson esett át az oktatási intézményrendszer, a helyi közigazgatás. Az iskola állami fenntartásba került, létrejöttek a járási hivatalok, a korábbi környezőségek helyett közös önkormányzati hivatalok jöttek létre. 2012-es év vége még más változást is tartogatott az önkormányzatok részére, ez az úgynevezett adósságkonszolidáció. Ennek keretében az állam az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatai 2012. december 12-én fennálló adósságállományát teljes visszafizetés rendezésére egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyből Kunáguta önkormányzata 64.515.187 forinttal részesült. Ez idáig példanélküli nagyon jelentős segítség volt a konszolidáció az önkormányzatunknak. A szennyvízberuházásra 2013-ban felvett 41,5 millió forintos további hitel konszolidációjára 2014. február hónapban került sor. Az állam a konszolidációt a közigazgatási és közoktatási intézményrendszer átalakítását követően is támogatást nyújt a kötelező feladatokra, azok alapszintű ellátásához. Az önkormányzatokkal szemben azonban még inkább érvényesül a saját bevételek növelésének elvárása, ezek egyre nagyobb jelentőséget fognak kapni a település üzemeltetési és fejlesztési kiadások finanszírozásában. A korábbi AMK ellátási területéből az önkormányzat feladata 2013-tól is a könyvtár, a művelődési ház fenntartása, az óvodák és a napközispanya működtetése. A szociális intézményi ellátás keretében a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, a nappali ellátás biztosítása a Szociális Szolgáltatóközpont keretein belül működik. Ebben a ciklusban hagyományait folytatva a képviselőtestület közösségi ünnepség keretében emlékezett meg március 15-éről. Évente megrendezésre kerül a hagyományos majális. A lovasnap megrendezéséhez, valamint a falunapi rendezvényhez pénzügyi támogatást fog biztosítani a képviselőtestület, mert ez évben is megrendezésre kerül. A falunapot 2012-ben nem tudtuk megtartani, beruházásaink akkor folytak a legnagyobb intenzitással,
az iskola építkezésre, valamint a szennyvízberuházás. Az építkezési munkák mellett a képviselőtestület nem látta biztosítottnak a falunapi rendezvények zavartalan lebonyolításának lehetőségét, így 2012-ben ez a rendezvény elmaradt. A rendezvénynaptár rátekintéseit követően a döntés megszületett, de a lovasnap időpontja augusztus 3-a vasárnap, a falunap a rákövetkező héten, szombaton augusztus 9-én lesz. Röviden, ennyiben szerettem volna tájékoztatni a jelenlévőket az önkormányzat történtekről, a képviselőtestület munkájáról. Kérem, hogy akár az általam elmondottakkal kapcsolatban, akár más önkormányzatokkal kapcsolatos kérdésüket, észrevételeiket, javaslatokat mondják át, tegyék meg. Köszönöm figyelmüket, várom kérdéseiket. Tessék parancsolni. Mindent értető, minden érzékelhető gyakorlatilag, akik jelen vannak, úgy gondolom velünk együtt átölték, akár a pozitív, akár a negatív részeit és a dolgoknak. Végül is, amit szerettük volna 2010-ben a lehetőséghez vérteni, és már a megnyert pályázatok kapcsán úgy tűnik, hogy a 2014 ciklus zárás végére a döntő többsége, ahogy itt a beszámolóban is elhangzott, megvalósul, vagy a megvalósulás állapotában van, illetve a pénzügyi lezárása is, vagy megtörténtek, vagy pedig a következő hetekben, hónapokban fognak megtörténni. Úgy gondolom, hogy ami ezekben a kérdésekben, mint más esetekben is, nyilván itt egyfajta parlamenti választás, kormányválasztás vagy megújítás is egyfajta most halasztó szerepet játszott abban, hogy adott döntések egy kicsit csúsznak, hogy az önkormányzati munkát vitamesebbé tudja, nem csak Konágot, hanem más önkormányzatok vonatkozásában, de én azt hallom, tapasztalom, hogy akár a civil szférában is ezek a nehézségek egyelőre jelen vannak. Ennyit. Nem senkinek az idejét rabolni, már bocsánat, a kifejezéssel élve, tehát nem kívánok visszajönni senkinek a bizalmával. Ha úgy van, akkor a mai közmeghallgatást ezen nem befejezetnek tekintem, de nem szeretném idő előtt lezárni, amennyiben, ha mégis valakinek vagy olyan, hogy nem közszemlére való, hanem olyan jellegű kérdése van, amit esetleg szűkebb körben szeretne föltenni vagy megbeszélni, akkor nyilván a mai fórum lezárását követően erre is állok rendelkezésre, és amennyiben tudunk, akkor segítünk a kérdés megválaszolásában, illetve ha sikerül, akkor a problémák elő vagy utóbbi rendezésében is, ameddig ciklus tart, mert ugye az mindenki előtt ismert, hogy az októberi hónap most már csak idő kérdés, amikor a köztársasági elnök kitűzi a választást, akkor az önkormányzatoknál is a képviselő, valamint a polgármesteri választásra sor kerül, tehát az az utolsó olyan lépés ebbe az évbe, amely gyakorlatilag lezárja ezt a fajta rendszert, és gyakorlatilag ősztől kezdődjen, hogy a parlamenti, Európa parlamenti, mint az önkormányzati választás követően egy hosszabb távú új ciklus indul minden önkormányzat életében. Kérdezni szeretnék, van esetleg? Parancsoljon. Én nekem nem kérdésem van, mert ugye benne voltam ebben a mondható négy évben. Én is és a képviselőtestület is igen oda tette magát, és igyekeztünk tisztességesen dolgozni. Mint ahogy polgármester úr a beszámolóba elmondta, 82-szer ülésezett a képviselőtestület, és 932 határozat született. Azt hiszem a számok tükrében is el lehet mondani, hogy a képviselőtestület végezte az aktív munkáját. Nekem nagy örömömre szolgál, hogy amit a választás során vállalt a képviselőtestület, most már mondhatom,
már itt van, mindjárt július, június 30-a van ma, hogy a beruházások nagy valószínűséggel a választás időszakára, a befejezésre kerülnek. Én szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak az aktív munkáját, hiszen a testület üléseken szinte 100%-os mindig a részvételi arány. Akár a vagyonnyilatkozatok tekintetében is mindig tartottuk magunkat az időpontokhoz, és köszönjük szépen a lakosság támogatását is. Mondhatom, hogy a képviselőtársaim nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen annak asszonynak a elmondattáit. Bízunk benne, hogy ez a hagyomány a jövőt illetően és a mindenkori képviselőtestület vonatkozásában is folytatódik. A település lakosság érdekében. Köszönöm. Tessék parancsolni. Amennyiben nincs, akkor tényleg nem visszajönve az önök bizalmával a mai közmeghallgatást az annál berekeztem. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat.